Ő idén lett volna 70 éves, sajnos már több mint 20 éve nincs közöttünk, és úgy gondoltuk, hogy ezzel az este az ő emlékének adózunk. Különleges kezdeményezéssel emlékezett meg a Magyarországi Német Színház Kochval Lidiáról. A fiatalon elhunyt magyarországi német költőnő két nyelven alkotott, származásának köszönhetően két kultúrát, két gondolatvilágot tudhatott magáénak. Költészete nem klasszikus értelemben vett magyarországi német költészet, ő mind a magyar, mind a német kortárs irodalom kiemelkedő alakja. A társulat ezúttal egy olyan darabot, vagy inkább előadói estet állított színpadra, mellyel méltóképpen emlékezhetett meg róla. Nem dolgoztunk rendezővel, hanem csapatmunkában állítottunk össze egy előadói estet. Ennek minden jó és nehéz oldalával együtt. A témájában emberi kapcsolatok, személyes, szerelmi, baráti, családi, nemzeti és globális értelemben pedig a háború és a béke vannak a fókuszban. Mi lehetséges a mesében és milyen a valós élet? Milyen világban élünk gyerekszemmel, a kisherceg szemével és felnőtt szemmel nézve? Mindez Koch Valériára jellemző szarkasztikus humorral. Ez egy nagyon-nagyon érdekes utazás volt egy új munkamódszerben, egy új számunkra is ismeretlen területen, hiszen azért Valéria Koch nem egy olyan közismert név, mint bármi más, akivel a középiskolás irodalomban vagy irodalomórákon találkozunk. És az előadás is ezért lett olyan, amilyen, mert ezt a handicapet, ami egy viszonylag ismeretlen írónő, költőnek az estjét belengheti esetleg egy, ha hallja valaki, hogy most ez lesz aki bejön, úgy érzem, hogy egy olyan utazáson vehet részt, ami megemleget. Koch Valéria életműve érettségítétel is a német nemzetiségi iskolákban, ezért a középiskolák és tanáraik számára is fontos lehet ez az előadás. A verseken keresztül megismerhetik a költőnő személyiségét is, átérezhetik gondolatai őszinteségét és témái aktualitását.